Lövöldözés volt keddéjel Nigéria legnagyobb városa Lagos utcáin. Nem megerősített hírek szerint mintegy 20 embert lelőttek, és legalább 50-en megsérültek. Hogy ki használt fegyvert, azt biztosan nem tudni. Egyes források szerint mintegy 1000 fős tüntetés zajlott, és rendőrök lőttek a tüntetőkre. Lagosban kijárási tilalom van érvényben, amit a hatóságok azért vezettek be, mert már csak nem két hete különösen erőszakos tüntetések zajlanak a rendőri brutalitás ellen. Ennek előzménye, hogy egy rendőrösöt felgyújtottak Lagosban, minek következtében egy rendőr meghalt, több megsérült. A mostani tüntetést állítólag az is kiválthatta, hogy egy videófelvétel tanúsága szerint a rendőrség speciális, a rablások betörések visszaszorítására felállított egységének tagjai megvertek egy embert. Lagos állam kormánya bejelentette, kivizsgáltatja azokat a jelentéseket, amelyek szerint lövések dördültek el a kedd éjszakai demonstráción.